A velebiti helyi közösség, illetve az ottani általános iskola épületében két rangos, egy köztársasági és egy községi szintű elismerés átadására került sor. A Magyar Kanizsai Községi Önkormányzat vezetői az országos versenyen győztes Ajvár főző csapat tagjainak jelenlétében átadták Milica Majkovicsnak, a helyi közösség tanácsa elnökének az Ajvár bajvívó szervezéséért és népszerűsítéséért a belgrádi szervezők által nekik ítélt plakettet. Ennek apropóján a helyi közösség kérni fogja a következő évi országos Ajvár főző döntő szervezését. Az elképzelést a községi önkormányzat is támogatja. Velebit egyik a legkisebb településünknek itt a község területén, és én nagyon örülök neki, hogy egyrésztől szervezési, rendezvényszervezési szempontból is tudtak bizonyítani az idei évben, másrésztől pedig egy jubileumot tudtunk ünnepelni az oktatási intézményen keresztül. Tehát a rendezvény az maga az Ajvár főző verseny volt, melyet minden évben itt megtartanak Velebiten, és ami egy országos rendezvénynek az egyik megállópontja, és az apropója a mai találkozónak az az, hogy a velebiti főzők nyerték meg az országos bajnokságot, és annak a díjátadása volt az egyik esemény, amin mai nap folyamán részt vettünk. A másik pedig, mint már említettem, az oktatási intézmény kapcsán 90 éves a velebiti iskola. Progutbe díj átadáskor ezt el is ismertük egy külön díjjal Magyar Kanizsán, de mivel a velebiti iskola a Magyar Kanizsai iskolához tartozik, ekkor a község napján az igazgatónő vette át ezt a díjat. Most úgy gondoltuk, hogy személyesen is kijövünk a képviselőtestület elnökével, és átadjuk ezt a díjat magának, az iskolának és a helyi közösség vezetőségének, hiszen legjobb helyen, itt van helyben ez a díj, abban az épületben, aminek a díjazását mi a községnap alkalmával megtettük. A 2018-as költségvetés tervezésben is már a helyi verseny, a helyi bajnokság is teljes költségvetési összeggel szerepel, hiszen az elképzelése az önkormányzatnak az az, hogy minden egyes helyi közösségnek meglegyen a saját rendezvénye, ez a saját úgymond helyi rendezvény, ami a 13 településünkre vonatkozik, ez mindenkinél külön költségvetési tételként jelenjen meg, így ne okozzon nehézséget a helyi közösségek számára és ezeknek a kis létszámú közösségek számára az, hogy miből fogják azt kifinanszírozni, hogyan fogják azt megteremteni. Tehát ilyen értelemben ez egy új irányvonal az önkormányzat részéről, hogy minden egyes településen meglegyen legalább az az egyetlen egy rendezvény éves szinten, ami mögé teljes egészében odaláll a Magyar Kanizsai önkormányzat. Természetesen mindenki annyi rendezvényt szervez és azt csinál, amit ő ott helyi szinten elgondol és szeretne, azonban azoknak a rendezvényeknek a finanszírozása már nem tesz kötelezettséget a Magyar Kanizsai önkormányzat felé. De ezúttal egy alkalommal egy évben két ilyen rendezvény lenne most Velebiten, ha ez összejön, tehát a helyi verseny és aztán a köztársasági döntő is. Én úgy gondolom, hogy különbséget kell mindig tenni a helyi jellegű rendezvények és a községi jelentőségű rendezvények között, hiszen vannak olyan rendezvényeink, melyeket olyan színvonalra kell emelni, és akkora tömeget, akkora létszámú embert mozgat meg, hogy azok községi jelentőségű rendezvényé minősülnek. Tehát, hogyha sikerül elérni a belgrádi szervezőknél, hogy valóban Velebiten legyen, már csak annak az apropóján is, hogy ők nyerték idén a díjat, tehát 2018-ban a központi döntő, az országos döntő itt legyen Velebiten, akkor a Magyar Kanizsai önkormányzat megtalálja a módját annak, hogy mögé álljon ennek a szervezésnek. A plakett átadását követően a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Zmáj általános iskola velebiti kihelyezett tagozatán átadásra került a ProUr beköszönő levél, amelyet az iskola fennállásának 90. évfordulója alkalmából kapott meg az önkormányzattól. Milos Krávity, a községi képviselőtestület elnöke 51 évvel ezelőtt ugyanebben az iskolába járt. Angelia Cvejic tanítónő elmondta, hogy jövőre két elsőst várnak az óvodából, de mivel két negyedikes Magyar Kanizsán folytatja majd az 5. osztályt, a tanulók létszáma a következő iskola évben sem változik. A 2017-es évben az állami földek árverezésének első fordulója 2017. november 7-én lesz a Városháza dísztermében 11 órai kezdettel. Mintegy 2313 hektár állami föld kerül kalapács alá egy éves bérleti futamidőre. Ez a terület igen felaprózott, mintegy 461 bérbeadási egységre van tagolva.
Az árverezésre jelentkezni lehet november 6-áig 12 óráig a szükséges dokumentáció átadásával. Az érdekeltek a terepen is megtekinthetik a bérbeadandó állami parcellákat október 30-án, 31-én és november 3-án. Előzetes telefonos jelentkezés útján Bohata József földmérőnél 063-891-5303-as telefonszámon, illetve érdeklődni lehet a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal mezőgazdasági osztályán. A fűszerpaprika a magyar konyha kihagyhatatlan alapanyaga. Martonost még ma is elsősorban kiváló minőségű fűszerpaprikájáról ismerik, pedig a paprika termesztők száma már igencsak megcsappant a faluban. A martonosi paprika feldolgozók is távolabbi vidékekről szerzik be a nyersanyagot. Az ipari paprika szedése lassan a végéhez közeledik, a második szedést a legtöbb helyen már kombájnnal végzik. Azonban vannak még, akik kézzel szedik. Ez a második szedés, hát az első, mit mondjak, olyan közepes volt. Locsoltuk kétsző, ha nem locsoltuk volna, nagyon semmi se lett volna. És hogy vannak megelégedve a terméssel? Hát az időhöz képest, mit mondjak, jó, vagy tűrhető, na nem azt mondom, hogy jó, tűrhető. Idén 42 dinárt fizetnek a paprikáért, aminek egy részét Szecseiék is a telek paprikának adják át. Gondot inkább a napszámosok hiánya jelent nekik is. Aránylag elfogadható, mert kevés paprika van. Kevés van vetve, még a szárasság nagyon megtizedőte. Úgyhogy aki nem locsolt, annak nagyon kevés van. Nem akarnak dolgozni a fiatalok, vagy nem tudom, sok elvándorolt, vagy nem tudom. Mondjuk rá elsőre voltunk 90-en, 86-an akkor. Többen voltunk, jó van most 40, 38, így általában szedtük. Úgyhogy máma még valameddig szedjük, már még odaérünk, még hónap befejezzük, amit többit még dinakombálj. A fűszerpaprika minőségével a feldolgozó is elégedett. Hát az idei paprika nagyon jó minőségű és relatív kevés van. És ezért is a szerződött ártól 3-4 dinárral többet tudunk érte, mint a leszerződött ár. Az a fontos, hogy jó a minőség. Ha sok paprika termés és rossz minőségű, az bizony probléma mindnyájunknak. Viszont folyamatosan megindult a múlt héten a második szedési paprikának a gépi betakarítása, ami úgy gondolom, hogy a paprikának valamilyen szinten a jövője és a megtartása, mert a második szedéskor tulajdonképpen az maguk a szedők elviszik a termésnek a 65-70%-át. A kézi szedésnél bizonyos úgynevezett a piros mellett kormos tolerálunk egy 10%-ig és ugyanaz az ára, mint az első szedésért, viszont a kombájosnál az 20 dinár, amiben pedig zöld is ugyanúgy benne van, tehát körülbelül 50% a piros, egy 20% a kormos, és egy 30% a zöld. Mi a horgos 6-os paprikát helyezzük előtérbe, minimális vásárolunk próbára magyar fajtákból, akik termelők, akik próbálkoznak, de igazán nem tudja azt az ízt adni, mint a horgosi fajták. És ezért próbáljuk ezek után is ezt a fajtát szorgalmazni, mivel a vevőjeink ezt az ízvilágot igénylik, és én szeretném ezt megtartani. Nem könnyű, mert a vitaminban nincs az a szelekció, ami kellene, de én bízok benne, hogy egy hatatos együttműködéssel a vitaminnal ezt fel tudjuk újítani, és ezt tovább tudjuk folytatni. Ahhoz, hogy a paprika szedéskor a termelők első osztályú terméket szedhessenek, nagyon fontos az öntözés. A locsolt területeken egy 15-20%-kal kevesebb, a nem locsoltakon pedig mondjuk 70-80%-kal is kevesebb tud lenni. Igazán nem szólna szabad paprikát, fűszerpaprikát termelni csak biztosított locsolással, mert az eredménye itt van az idejében is megvan. A paprika egy drága termelés, és ha az ember nem biztosítja oda a vizet, akkor hiába volt a minden a munkája, a befektetése, nincs neki eredménye.
A Telek Paprika Kft. Termékei 80-85%-át külföldön értékesíti. Telek József elmondta még, hogy a kapacitás bővítés olyan zöldségfélék feldolgozására is lehetőséget nyújt, mint a gyökér, illetve káposztafélék, amelyekre vállalkozása ugyan nyitott, de minden a piac igényeitől függ. Kispiaci Jókai Mór Művelődési Egyesület szervezésében 11. alkalommal került sor a Dallal a barátságért elnevezésű nemzetközi népzenei találkozóra a Kispiaci Kultúrotthon nagytermében, amelyen a környék művelődési egyesületeinek népdalkórusai mellett három magyarországi népdalkör is a közönség elé lépett. Én azt gondolom, és nem csak az én hitvallásom ez, hanem a népdalköré is, mert ők rengeteget utaznak, rengeteg népzenei találkozón vesznek részt, hogy az emberek épp elég falat építenek saját maguk köré, és hogy az egyesületek, nem csak a miénk, hanem nagyon sok amatőr egyesület fölvállalja azt, hogy megpróbál hidakat építeni az emberek között, és ez egy nagyon jó dolog. Mi nagyon örülünk neki, hogy 13 csoportot tudunk vendégül látni a mai napon, sőt vannak olyan csoportok, akik nem tudtak itt lenni, mert más rendezvényen vesznek részt, és hogy ezt még nagyobb számba ki tudtuk volna bővíteni, mert számos azoknak számos olyan csoport van, akivel egész évben rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, látogatjuk egymásnak a rendezvényeit, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy egymás munkáját megtiszteljük azzal, hogy ha rendezvényt szervezünk, akkor elmegyünk egymásnak a rendezvényére, és emeljük annak a színvonalát. Összesen 13 föllépő csoport van, népzenei csoport. Ennek zömét a Községbeli Művelődési Egyesületek népzenei csoportjai teszik ki, és van 3 olyan település, akikkel egész évben tartjuk a kapcsolatot. Ez testvértelepülésünk Nagymágocs, ezen kívül Földeák és Zsombó. Mi szeretnénk ezt tovább folytatni, tehát ezeket a lépéseket, ezeknek a hidaknak az építését, és én azt gondolom, hogy számos lehetőség van rá. Van olyan település, magyarországi település, akivel már nagyon régóta tart a kulturális kapcsolat, és amennyiben az önkormányzatok vezetői is úgy látják, hogy ezt érdemesebb önkormányzati szinten is hivatalos útra terelni, akkor esetleg kibontakozóban van egy másik testvértelepülés is. Szakmai értékelést a testvérfaluból érkezett Mékutiné Németh Kornélia, a Nagymágocsi Napraforgó Citera zenekar vezetője végezte. Mivel Kispiac és Nagymágocs testvér kapcsolatban él egymással, és a szeretet is nagyon közel áll hozzánk, és a népzene szeretete, hogyha itt ilyen sok ajkon fog megszólalni, a magyar népdalok ennél szebb nem is lehet, és az, hogy zsűrizni és szakmai értékelést adni, szerintem minden csoportnak, dalkörnek nagyon jó jön egy pár kedves, szakmai, pozitív és felemelő és egy kis segítő kritika. Már azban a pillanatban, mikor felmennek a színpadra, hogy is állnak fel, milyen viseletben vannak, egyformák-e azok a szoknyák, és még meg sem szólaltak azok a kedves dalkörök, vagy az asszonyok, vagy a férfiak, majd utána, ha citara muzsika is kíséri, akkor egyértelmű, hogy mennyire van felhangolva az a citara, milyen jól szól. Milyenek azok a dallamok, amikor megszólaltak? A szakmai vezetőt egyből lehet látni, hogy ki irányítja, mennyire tudja a népdalkört megfogni, a sugárzásával erősíteni, mennyire tudják előadni, ha katonadal, ha szomorú dallamokat, ha balladát, ha szerelmes dalokat, milyen szép csokrokat állítanak össze, milyen a népdalcsokor szerkesztése, ki mikor fog megszólalni, ki mikor fog szólót énekelni, vagy kisebb csoportba, nagyobb csoportba énekelnek, vagy csak a citara szólal meg. Nagyon sok szép kritikát lehet mondani. A ritmus, a tempó, a népdalcsokor szerkezésben, milyen népdalok is abban a tájegységben, hogy jó dallamok szólaltak-e meg. Nem-e véletlen egy pár magyar nóta is belekeveredett ezekbe a népdalokban, szóval sok huncutságot lehet itt észrevenni, de a legfontosabb, én azt mondanám, hogy ennyi sok ember idejön barátsággal, szeretettel, és a szívükön hordják a magyar népdalainkat.
Vasárnap a község gyermeknéptánc csoportjai gyülekeztek a kultúrotthonban. Találkozójukra 6. alkalommal került sor. Igazából itt látszik az, hogy honnan indul el egy néptáncos, honnan kezdődnek az első lépések, milyen nehézségekbe ütköznek, és az miatt is nagyon jó ez a néptáncos találkozó, hogy a kicsik is lássák egymást. Tehát azon kívül, hogy színpadra lépnek, és mi lehetőséget adunk nekik a bemutatkozásra, lássák egymást, népviseleteit, lássák egymás koreográfiáját, egymás mozgását, az éneklést, tanuljonak belőle, mert egy-egy ilyen föllépésből rengeteget lehet tanulni. Tehát nem csak a koreográfusok látnak egyet s mást, vagy a művészeti vezetők, hanem én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy itt kicsi gyerekekről van szó, azért ők is nagyon sok mindent látnak és tudnak tanulni ezekből a találkozókból. Az ünnepi Arany János évben itt Magyarkanizsán is egy egyedülálló műsorral készülünk. Arany János dalos könyvéről tudnak az emberek, hiszen Kodály Zoltán is dicsérte. Az első igazi népdalgyűjtemény volt, úgy mondták a tamburás öreg gyűjteménye, hiszen köztudott, hogy Arany János tamburázott is. Ezt az Arany János gyűjteményt Kodály és társai feldolgozták, kiadták, úgy zeneileg, mint szövegileg, és ezekből a dalokból fog itt játszani az egyik legjelesebb népzenész, akit a Röpű Pálvával is ismernek, mint tanárt, Dzsupin Pál, Furulyás és Dudás társával együtt. Szombaton este 6 órakor a Művészetikháza kis színpadán a belépés díjtalan, jöjjönek el, egy remek népzenei estet láthatnak, most pont, amikor megy a Röpű Pálva legújabb sorozata, itt láthatják a vendégeket, a zsűritagot, a tanárt, egy remek előadással Arany János jegyében. Za kratko vreme dva vredna priznanja dodeljena su institucijama u Velebitu, što je bio povod za posetu opštinskih čelnika Kanjiže sa predsjednicima opštine Robertom Fejstamerom i skupštine opštine Kanjiža Milošem Kravićem. Odeljenje Kanjiške osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Velebitu dobitnik je opštinske povelje zahvalnosti povodom 90 godina postojanja škole u selu, a mesnoj zajednici Velebit je u Soko Banji na nedavnom finalnom takmičenju kulinarskog karavana Izađi mi na teglu za spravljanje najboljega ajvara u Srbiji pripalo priznanje za najbolje promovisanje ove manifestacije. Povrh svega, ekipa Frau Gabriela je posle pobede na kvalifikacionom takmičenju u Velebitu triumfovala u Soko Banji pripremivši ove godine najbolji ajvar u Srbiji. Jedan lep povod, jako veliki povod, znači pobeda u kuvanju ajvara, u takmičenju kuvanju ajvara u Velebitu. Znači pobeda Frau Gabriela je u našoj maloj mesnoj zajednici, opštine Kanjiža, ali velika pobeda u Soko Banji, znači u srcu Srbije, da pobedi mali Velebit, tamo gde je ajvar baš brend specijalitet. Bila nam je velika čast, svi smo se jako prijatno iznenadili. I evo danas tim povodom smo ovde u mesnoj zajednici, predsjednik naše opštine Robert Fejstamer, predsjednik skupštine Miloš Kravić, znači naš savet. Imamo još jedan lep povod, znači dodela nagrade našoj školi Velebit, 90 godina postojanja, posle mesne zajednice idemo i u školu, pa jako lepo za Velebit. Evo imate sigurno i planove, šta dalje? Pa imamo planove, ne znam da li je to prevelik sada zalogaj, da tako kažem, ali voleli bi finale u Velebitu, jako bi voleli, vidjet ćemo šta će reći organizatori, to je za sad samo naša ideja, ali bila bi bomba turistička, lepa bomba i Kanjiži i nama, jako bi se radovala da nam se to dogodi. Pa evo, moje lično zadovoljstvo, moja lična ispunjenost što sam danas deo ove priče i deo ovoga priznanja koje je stiglo u Velebit.
Zaista, posle niza godina, Velebit je uspeo da donese u svoje selo jedno prestižno priznanje, a to je finale kuvanja ajvara ili pečenja koje se odigrao u Sokobanji. Uz učešće 30 ekipa iz čitave Srbije, gde su teritorijalno bili kvalifikacioni turniri, ekipa Velebita je regionalnog takmičenja na ovom prostoru stekla pravo učešće na finalnom delu, gde sam i ja kao vođa ekipe bio u Sokobanji i ekipa Velebita je osvojila prvo mesto, što je zaista na ponos ne samo Velebita nego i naše opštine, koja je svesrdno pomogla ovu manifestaciju. Evo, i danas su moje kolege, počeo od predsjednika opštine, zamenika predsjednika skupštine, većnika, deo ove jedne male svečanosti. Ja im se ovim putem želim zahvaliti u svoje lično ime i u ime mesne zajednice Velebit, da u ovim današnjim aktivnostima zaista u jednom svečarskom ambijentu podelimo zajedno tu radost i priznanje koje su naše sugrađanke uspele da osvoje na tom prestižnom takmičenju. Šta učiniti da se ostvari ideja da Velebit eventualno bude i domaćin finalnog takmičenja za Srbiju? Pa, to pitanje sam ja već u onoj svečarskoj atmosferi otvorio onu veče kad smo mi postali sveukupni pobednici na teritoriji Srbije. Jednostavno smatram da Kanjiža sa svojim resursima, počeo od sveštenih kapaciteta, od ugostiteljskih sadržaja, od ambijentalne celine i prostora ili u priobalnom delu Tise ili prostora ovde na Velebitu, zaista ima realne izglede da iduće godine kao pobednik 2017. da finalno takmičenje se održi na Velebitu. Znači, tu ćemo priču otvoriti sa organizatorima. Prošle godine zbog smanjenog broja đaka zapretilo je zatvaranje škole u Velebitu, ali je izdvojeno odeljenje Kanjiške škole Jovan Jovanović Zmaj ipak opstalo i učiteljica Anđelija Cvejić uči sedmoro đaka od prvog do četvrtog razreda, jednog u prvom, po dva u drugom, trećem i četvrtom razredu. U petak, prilikom posete čelnika Kanjiške opštine i mesne zajednice Velebit, dva đaka su opravdano odsustvovala zbog porodične krsne slave Svete Petke. Ovo izdvojeno deljenje ima sedam učenika, jednog učenika u prvom razredu, dva u drugom, dva u trećem i dva u četvrtom razredu. Deca su dobra, znači lepo sarađuju. Ja kažem, meni je zadovoljstvo sa njima raditi i drago mi je što sam došla ovde da radim. Jedno novo iskustvo za mene i za decu isto tako. Znači, u selu isto tako imam podršku i od sela. Trudimo se da organizujemo neki mali kulturno-umetnički program u selu, kako za Dan žena, tako i za seosku slavu. I se zarađujemo jako dobro sa zabavištem. I eto, sve pohvali. I za decu i za roditelje. Kakvi su uslovi za rad sa đacima? Pa dobro, malo je teško, pošto tu ima četiri razreda, ali trudimo se, pomažu jedni drugima. Znači, naučili smo se da pomažemo jedni drugima. Eto što nemamo neka nastavna sredstva koja bi nam bila potrebna, ali nadoknađujemo to sa ljubavlju i sa druženjem sa svima. Selo Velebit su posle Prvog svetskog rata osnovali solunski dobrovoljci koji su se doselili iz Like i iz mesta podno planine Velebit. Između dva svetska rata bilo je najviše dece, a uoči Drugog svetskog rata selo je imalo skoro 1000 stanovnika. Kada je bilo reči o zatvaranju škole, meštani su s pravom bili zabrinuti. Na naš lični ponos i zadovoljstvo to se nije desilo. Evo, danas imamo zaista predivan dan u Velebitu, što se nije desilo odavno, da u toku dana dve naše institucije dobiju dva zaista zaslužna priznanja. Dobila je mesna zajednica i dobila je osnovna škola priznanje od strane Skupštine opštine 90 godina svog postojanja. Samim tim i ja sam lično, nostalgično vezan za ovaj prostor u kome se mi nalazimo i ja sam tačno pre 51 godine izašao iz klupa ove osnovne škole i zaista sam sretan, ponosan, danas ispunjen i zadovoljan što u okviru i svojih kolega iz opštine Kanjiže i predstavnika mesne zajednice Velebit mogu da
budem sretan, ponosan i zadovoljan što je ovo zaista vredno i prestižno priznanje poslije 90 godina dodijeljeno osnovnoj školi u Velebitu. Jeste, 1923. je u Velebitu rođeno 63 djece. U generaciji u kojoj sam ja sam 55. godište, oduvek od kad je ova škola otvorena imala je osnovno obrazovanje, a to su od 1. do 4. razreda, od 5. do 5. 6. 7. i 8. smo išli svi u Kanjižu. U vremenu i isti je princip i pre 50 godina i danas, da su ta sva četiri odjeljenja zajedno išla u istu učionicu. Samo je nas onda u onom periodu bilo negdje oko 36 u ta četiri razreda ili čak 40, za razliku od današnjih dana, da ima svega sedmero. I to je i jedan veliki pomak, jer selo koje nema škole, koje nema prodavnice, koje nema pošte, to je otprilike knjiga pred zatvaranjem. Bogu hvala, evo ovih zadnjih par godina imamo i šestero dece u predškolskom uzrastu, imamo sedmero dece od 1. do 4. razreda i ja se nadam da će u godinama koje su pred nama zaista naši sugrađani spoznati i shvatiti da je to neminovnost i jedna obaveza svih nas da damo taj skroman doprinos, onaj koji je u godinama u kojima to iziskuju, da se zaista deca rađaju, da idu u škole i da pohađaju ovu našu školu. U 2017. godini davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu licitacija će se održati dana 7. novembra 2017. godine u svečanoj sali gradske kuće opštine Kanjiža sa početkom od 11 časova. Za licitaciju je predviđeno oko 2313 hektara državnog zemljišta sa periodom zakupa od jedne godine. Ove površine su jako usitnjene i raspoređene u 461 licitacionu jedinicu. Na licitaciju se može prijaviti do 6. novembra 2017. godine do 12 časova sa podnošenjem potrebne dokumentacije. Zainteresovani mogu i na terenu pogledati katastarske parcele do 3. novembra putem prethodne prijave telefonskim putem na broj 063 891 5303 kod geometra Bohata Jožefa. Detaljnije informacije se mogu tražiti u opštinskoj upravi opštine Kanjiža u odseku za poljoprivredu. U prvoj Rvačkoj ligi Srbije Potisje iz Kanjiže je na gostovanju u Subotici poraženo od Spartaka sa 8:0. Na tabeli Potisje je na 7. mjestu sa 5 bodova, a u narednom kolu domaćin je Radničkom iz Beograda. U prvoj ligi Srbije u ženskom fudbalu Metal Manija je kao domaćin protiv Poleta iz Sivca igrala 2:2. Oba gola za Metal Maniju postigla je Betina Balaž. Na tabeli Metal Manija je na 5. mjestu sa 7 bodova, u narednom kolu gostuje u Topoli. U proteklom kolu Vojvođanske fudbalske lige Sever u Adorjanu Tisa je ubedljivo nadigrala BSK iz Bačkog Brestovca 5:1. U Kanjiži Potisje je protiv Budućnosti iz Gložana igralo nerešeno 1:1. Snimci su sa ove utakmice. Na tabeli Tisa je na 3. mjestu sa 22 boda, 5 manje od vodećeg Srbobrana, a Potisje je na 4. mjestu sa 18 bodova. U narednom kolu Tisa gostuje u Turiji, a Potisje u Karavukovu. U Subotičkoj ligi Horgošani su gostovali u Lovćencu gde su poraženi 2:0. Na tabeli Horgoš je na pretposlednjem mjestu sa 8 bodova, a u narednom kolu u nedelju domaćin je Napretku iz Nadalja. U Potiskoj međuopštinskoj ligi u Martonošu Jedinstvo je ostvarilo drugu pobedu u ovom prvenstvu, nadigran je Graničar iz Đale 3:0. U Oromu Šampion je poražen od Slavije iz Banatskog Aranđelova 2:1. Na tabeli Šampion je na 7. mjestu sa 14 bodova, a Martonošani su posljednji sa 7 bodova. U nedelju Martonošani gostuju u Srpskom Krsturu, a Oromčani u Podlokanju.